Diákok már délután, még a parlamenti szavazás előtt áttörték a parlament köré vont acélkordont. Törtek, zúztak és összecsaptak a rendőrökkel is. A dulakodásban 12 rendőr és 43 tüntető sebesült meg, 22 tüntetődig őrizetbe vettek. A diákok a tandíjemelés ellen tüntettek. A törvény elfogadása után azonban a feldühödött diákok egy része a parlamenttől átvonult London bevásárló negyedébe. Ezen az amatőr videón az látszik, hogy Károly Velszi herceg és felesége Camilla is ott haladt el autójával. A tüntetők rájuk támadtak. 10-15-en megpróbálták betörni az ablakot, de minden visszapatant az üvegről. Ekkor rugdosni kezdték az autót, és megpróbáltak beszállni a kocsiba is. Károly és Camilla egymás kezét szorongatta, nagyon megrémültek, mesélte a videó készítője. A Clarence House, vagyis a brit trónörökös hivatala később közleményt adott ki, amelyben azt írták, sem Károly, sem Camilla nem sérült meg a támadásban. A diákok már hetek óta tüntettek a tandíj miatt. A brit parlament alsóháza végül elfogadta. Így az eddigi 3290 fontról, vagyis 1 millió forintról, 9000 fontra, azaz körülbelül 3 millió forintra emelkedett az állami egyetemeken kiszabható tandíj felső határa.